Üdvözlök mindenkit! 77. napi horda után vagyunk, ugye 78. nap reggel van, és hát én azóta tovább gondoltam egy kicsit még a dolgot, mert ugye még mindig ebbe voltunk, hogy ugye kísérleti volt ez a hordaváró, ilyen értelemben igaz, hogy teszteltem, de az éles bevetés az mégiscsak most történt a hordakor. És egyébként teljesen jól működött, minden jól vizsgázott, csak olyan szempontból elmondom, hogy mire gondoltam. Jó, hát ez egy dolog például, ez is egy szépséghiba, mert nem ide kellett, hogy ezt tegyem például, hanem arról van szó, akkor a létrát egyel feljebb, mert ez ugye fél blokkon van, vagy ilyen közép blokk, és mondjuk akkor már jobban néz neki ez, hogyha felül lógna ki egy fél blokkot. De mondjuk jó, az részletkérdés majd, viszont mindjárt meg is látjuk, hogy én mit tervezek. Ugyanis én arra gondoltam, hogy ezt az egészet, ahol én állok, illetve ahol a zombik bejönnek, hogy ezt egy blokkal feljebb kéne vinni. Ez maradhatna itt, tehát az nem baj, mert ez erős, annál erősebb végül is az egész maradna így. Ezt a részét csak én átépíteni, tehát jó, hát annyi, hogy ezt a lejárót, ezt a hatchet nem ide, hanem ugye egyel feljebb kerülne. De lényeg az, hogy ez ami náluk, ez is maradhatna itt. Ennek valójában ez alsó részét kéne kiszedni innen, és meg ugye ezek tűnnének innen, ezeket újra le kéne gyártani. Ezek maradhatnának itt, mert ezek akkor úgy lenne, hogy belennének ide sűjesztve a padlóba, mert akkor itt egy blokkal magasabban lenne egy másik, és ugye és hát persze ezeket innen le kell szedni, mert ezt is ugye egyel magasabbra vinni. És az egésznek miért gondoltam az értelmét? Azért, mert hogy ugye itt alul ezt itt ütögették, és hát azért ütögették, mert ugye, hogyha zombik nem tudnak, beleütköznek valamiben, nem tudnak mit csinálni, mint én is itt beleütközök, nem tudok beesni oda, akkor ugye itt ütöttek rajta lukakat, vagy hát csinálták, de valójában, hogyha én ezt megemelném egy blokkal magasabbra, akkor ezt is innen, ezt az alsó szintet innen ki lehetne szedni, mert akkor az egész egyel magasabbra kerülne, és akkor már hát többek között én például onnan kilátnék, hát azért van az a rácsos rész, hogyha mégis hallom, hogy valakik nagyon rendetlenkednek, akkor le tudom őket lőni, le tudok oda jönni, és le tudom őket lőni. De minden esetre ez az egész egyel, ugye minden egyel feljebb kerül, és akkor elvileg engem ugyanúgy nem hánynának meg az elektronikát sem, viszont a zombik egész nyugodtan be tudnának oda esni, meg ki tudnának jönni kedvük szerint. Úgyhogy szerintem ezt majd még esetleg megcsináljuk, hogyha ha olyanunk lesz. Ezeket egy kicsit itt rendezem már itt a soraimat, mert hogy is voltak, akkor ezeket ide leteszem, ez itt szokott lenni a kezem ügyébe, ezt akkor visszateszem, és akkor viszont van egyetlen egy nagyon fontos dolog, az, hogy hát jött nekem előző nap úgy délután valamikor egy airdrop, csak mondtam, hogy jó, majd azért is elmegyek, na hát azt én úgy elfelejtettem, mint a húzat. És valahol arra emlékszem, hogy itt volt az út mellett, talán egy picit balrább, de itt volt közvetlen az út mellett. Tehát én, hogyha itt elindulok, akkor én szerintem ott, akkor, tehát a közelébe érünk olyan 150 méterrel talán, akkor meg szokott jelenni, úgyhogy szerintem oda elmegyünk mindjárt. Na, akkor el is indulunk. Úgyhogy igen, megyünk itt lefele, de hát majd valami útba bele fogunk itt botlani, ha minden igaz. Hopp! Meg egy... Ott van 4%-os. Na, nem baj. Még merre kéne nekem menjünk délfele, ugye, mert itt valahol... Ez nem ez az út, ez az az út, oké. Okay. Most vagyok azon az úton, ami kell, jó? Oké. Okay. Na, ha megérkezünk, szóljatok, hogy javítsam meg a motort. De jó lesz. Hát majd, hogyha streamek lesznek, majd akkor szólhattok, akkor majd mindenért szólhattok, hogy majd mondom azt, hogy el kéne menni az airdropér. És akkor azzal körülbelül ugyanúgy, ahogy ezt kimondtam, ugye el is felejtettem, de nagyon jó lesz, mert ti ott lesztek, és azt mondjátok, hogy figyelj már, Roxanne, nem azt mondtad, hogy el kéne menni az airdropér?
Ja, és akkor, oh man, és már régen túl lennénk rajta, most meg itt még itt vagyunk, aztán most jelent meg, jól van, nagyjából meg volt, 150 méternél, ugye, körülbelül úgy valahogy jelent meg. De az a szerencse egyébként, arra emlékeztem, hogy itt volt az út mellett, kicsit balra, jól is emlékeztem rá, tök jó. Az út mellett kicsit balra. Azért pisztolyt vegyünk a kezünkbe, pisztoly Ézefiaden, Tina 00X, de tényleg mehet itt aztán. Azért nekem megfenyítettek, azért még ugye az első napokban, amikor így körülbelül ugyanígy megálltam. Ugyanígy megálltam, és így egy fa mögül rámugrott a farkas, tehát azért ez úgy bennem maradt a tüske azóta, nem vagyunk haverok. Elektromos. Igen. Oké, ezek mik? Hát, nézzük meg, mi van benne, jó? Jó, hát ezek... Ezek nélkül még el lehetett volna élni 100 évig, ezek nem azok a dolgok voltak, amire annyira kellenek. Na nézzük, hogy erre is megyünk haza, mert ez itt a kis városunk, hát itt valahogy vissza kéne. Ja, is állítom már. Megyünk vissza ezen az úton, és akkor majd valahol kanyarodunk, mert... Mert mellettem nekem, ez nem a... Igen, ez még nem a város, ez még itt egy ház, de hogy itt lesz... Féltem is, itt van az autó, emlékeztem rá, amikor jöttünk, itt volt az autó. És akkor majd itt valahogy megpróbálj kikerülni a várost. Elkerülöm a várost, ahol élek. Hát mindig mindenről eszembe jut egy dal, csak nem így van a dal, hanem hogy elhagyom a várost. Jó, meg is itt a várunk, oké. Hát igen, ezt például ezt is írtátok az egyik videó alatt, hogy például ez a vár, ugye mutattam én a hétvégén, amikor teszteltem, hogy hát ugye itt a várnál például a falra belülre be lehet tenni ezt a földet. Hát igen, hát hogyha itt fogok hordázni, akkor elképzelhető, hogy teszek bele egyébként, mert akkor... Hát nem hányják nekem szét, nem kell annyit javítani, stb. De nem tudom, majd meglátjuk. Esetleg, hogyha... Hát most akkor azt jelenti, hogy mondjuk van már itt három hordaváró jelenleg, ugye van a vár, sőt ugye, vagy ez volt sorrendileg, ugye, hogyha kronológiai sorrendben megyünk, ugye itt ebbe hordáztam először, illetve az első három alkalommal, aztán... Ebbe is hordáztam párszor, és akkor most legutoljára ebbe az új váróba, és meg hát jó, ez a hordavárok, de mondjuk negyedik változat, hogy hát hordázhatunk csak úgy a szabadon is, tehát hogy mondjuk tegyük fel így az ember, de hát nem is itt akarnék én ugrándozni, meg nem ezen, mert ez most egy, ez így béna, de ez csak egy ilyen kis játéknak lett ez építve, hanem mondjuk bemehetnénk, tegyük fel, itt van mondjuk ebbe a városba, ide a város közepére, és akkor itt elfutkároznék, tehát lehet az a negyedik változat, de hát szavazzátok már, hogyha úgy van ötletetek, hogy melyik hordavárót használjam mondjuk a következő hordakor, hát van még rá időtök, hogy szavazzatok rá, mert az még majd ugye, hogy is volt 77, 84, jól mondom. Ugye azt hiszem úgy van, és úgyhogy van még idő addig, hogy azt eldöntsük. Viszont kipakolunk, mert azt viszont nagyon ki kéne pakolni. Azt tuti. Jó, hát ez nagyon, nagyon megy a betongyártás, annak örülök. Ezekből kiment már a gyártás. Oké, hát mindegy, annak nem örülök, de oké. Akkor dobáljunk ki, hát itt szerintem ezekből is, hát ebből is dobok ki, hát a fenének kell ennyi, minek legyen nálam ennyi. Na jó, menjünk itt végig akkor, hogy ide mik jöjjenek. Bemegy ez lőszer.
Mondjuk az ilyen könyvféléket, ezt még mindig ide teszem, de annyiszor eszembe jut, ezeket a ládákat is át kéne ilyen fajtává alakítani. Lehet, hogy nem, mindig azt mondom, jó, majd megcsinálom, de mindig csak majd, aztán... mi van még? Mondjuk ezt is ide... anyagot... igen... hozunk vizet. Illetve italokat, mert van itt italból is többféle. Jó, vagyunk konzerv. Konzerveket érdekes, hogy a hordák hoznak egy csomó konzervet. Az érdekes, hogy... nem tudom, ha én zombi lennék, vajon konzervekkel a hónom alatt rohangálnék-e, de lehet. Soha nem mondjuk, hogy nem tudom. Ez még idejön, oké. Hát ezeket is szerintem alkalomattán mindegyiktől meg kéne válni, vagy csinálok még külön ládát ezeknek. Egy kis lőszer. No, ruha. Egy ruha, két ruha, száz ruha, haj. Megfogja az icipici egeret. Hát nem sok. Igen, az igazság, hogy igen, jobban így megnézem, hogy hát 54 darab acélom maradt. Hát mondjuk nem nagyon javítottam oldaváron se. Jó, nem baj. Betont az sokat elhasználtam, viszont az érdekes, az beton az rohadt gyorsan visszajött, egy csomó beton. Na várjunk, italokat, azt most én valóban, mert itt még vannak ezek a nagypapa italok, hát ez se kell most nekem, sőt, még igazából ezeket is kihajítom. Hát ez nagyon érdekes, ma ilyen nap van, ma egész nap csöng a telefon, nektek is vannak ilyen napjaitok? Hát néha azt kívánom, hogy a falhoz vágjam, de most tényleg, hát... És az a vicc, hogy ugye ma vettem fel a farmingos videót is, hát közben is, hogy háromszor csörgött, és aztán egész nap semmi, és mikor csönk? Megint most, amikor játszom, vagy amikor videót veszek fel, hát nem, ilyen érdekes, ilyen telepatikus mindenki. Na, ott tartunk, hogy sikerült kipakoljak, és akkor... ja, ezeket a ládákat amúgy tényleg át lehetne rendezni, mert teljesen... Sőt, valójában az a vicc benne, most megint el fogom üzelni, nem baj. Szóval az a vicc benne, hogy például itt van a láda. Na, most én kipakoltam mindent. És ezekből a ládákból, ezt a múltkor már rájöttünk ezekre a dolgokra, hogy szétütöm. Na, igen, szétütöm. És figyelj, ott van egy plusz egy. Tehát visszakaptam egy ládát, megbolondultak. Ez egy mod, ugye ott van a... Ott egy csúgya, nincs kifestve alatt. És ez egy olyan ez a mod, hogy hát visszaadja, ezek szerintem normálisan nem kéne visszaadja. Na ezekből a ládákból, most például ez volt, ebből van ilyen fél megoldás. Tehát lehet, hogy jobban néz ki, mert benne levő... hogy mondjam, tehát ilyen terület, vagy kapacitás az ugyanannyi. Csak ezeket, húha. Ezekből kell, tudtam, hogy itt gáz lesz. Gáz lesz, mert ugye berakja ide hozzám, na nem baj, visszaraktuk. Szóval úgy meg lehetne csinálni, hogy akkor ekkora ládák lennének, hát sokkal aranyosabbak szerintem. Mondjuk akkor nézzünk, most nem tudom, a konzerveket meg a kaját egybe lehet tenni. Lehet, hogy nem kéne egy külön vacakolni vele, nem? Mert azt hittem, hogy hát, hogy sok helyet fog ez foglalni. Hát magukat, azt, mondjuk a magot azt maradjon külön. Jó. Hát mondjuk konzervet, kiveszik a konzerveket. Ezt én szétütöm. Nem is biztos, hogy itt lesz helyette valami. Az egyáltalán nem biztos. De ezt a konzerveket kivettem. Kiveszem a kaját. Kajás láda, az biztos lesz. Az tuti. Csak abból is ugye a kicsi. Magot egyelőre még nem variálom, de várjátok, akkor azt mondjuk, hogy van ilyen kajálós láda, csak abból is a kicsit kéne, és meg kell ezeket... Ja, itt van a magos, ó, de jó, hogy a magokat már megtaláltam, a kaja... ez a kajás, itt van. Kés, villa, olló, gyerek kezében nem való, megtaláltam. És akkor ebben
Hát lehet, akkor nem borjálok vele, és akkor együtt lesznek a konzervek. Hát úgyis majd neki kell álljak ilyen konzervekből is főzni. Ja, ez csak sima, oké, alul, igen. Jó. Jó, oké. És akkor jönnek a magok. Hát amúgy olyan a fal, azt meg majd, a falat azt majd... A falat azt majd lefestjük, ami olyan. Hát, de úgy jobban néz ki, nem? Hát maradjon így. Viszont azon gondolkozom, milyen italos. Italos azt szerintem nincs. Azt hiszem nincs, de hát lehet, hogy úgy kell megcsináljuk, hogy oda is ilyen kajásat, mert én azt már nézegettem, ez forzos, de én azt hiszem, hogy italos nincs, úgyhogy én szerintem az italost azt húzzuk onnan. Vajátok a kajával mi lett? Ja, berakott meg a 92-t. Jó, igen, mert azt... Na jó, mindegy. Ne, mit csinálok? Ja, hogy megfordítottam. Hát ez nagyon szuper, hogy így. Nagyon ügyes vagyok. De nem ezt akartam. Szóval italos az most üres. Nagyon szép. Itt lesz mit aláfeste. Miért ilyet tettem oda be? Na jó van. Okay. Na jó, oké. Okay. Most már... És nem váltja át. Na miért olyanon állunk? Hol, a, hol az ennivalós? Na, hát ennivaló lesz a vizen is, de az most nem tudok valamit csinálni. Igen, hát ebből mondjuk tegyük fel 10-et itt hagyok magamnak, ha nem kell több, hogy itt legyen. Ez a vicc, ez mindig ez lesz. Ezeket majd aláfestünk. Ha kell, aláfestő éneket is éneklek. Na jó, nem. Na nézzük, parcok. Hú, abból sok van. Ezt át tudom ide húzni magamhoz? Jó kérdés. Kiürült? Ki? És át tudtam húzni. Na jó. A feliratok azok el fognak innen tűnni. Oké, nem baj. Na ez viszont egy jó kérdés, hogy ez hol lesz a parcok, modok, mert valahol van, csak ezek autóparcok, armorok. Armor, az is kellett volna. Az is kellett volna, de most már mindegy. Mert nem, a több már nem fér el itt, annyi minden van. Kell nekem párcok is. Ezek itt álljátok, úgy kezdődik, hogy ezek itt lőszerek, én úgy látom. Armorok, autó, building, cement mixer, chemical, ott vannak a chemical, elektromos, nem, kell, hogy legyen mining, modok, mod storage box, ez jó nekem? Szerintem ezt. Jó, ez lesz. Ja, nem ez lesz, várjátok, már pont, hát ez eddig jó, ugye, ez csak ebből is ugye a kicsit. Jó, ez a kicsit, ugye? Hát ugye most ez csak ilyen modok, de ebbe tartok én minden. Mert nincs nagyon, ugye többen játszanánk itt, akkor az ember úgy szokott játszani szerveren, hogy félreteszi. Félreteszi, hogy na majd, hát ha másnak nincs meg, vagy mit tudom én, valami, de hát itt hogy egyedül játszom, tehát ami nekem nem kell már, mert benne van a ruháimban, például adom el a francba majd. Úgyhogy akkor az, azt nézem, hogy nem tesz be ide nekem valami olyat, jó. Akkor a következő, most olyan a ruha. A ruhásból az előbb látunk valami ruhás. Egyet olyan van, hogy armoros, de nem tudom, hogy mindjárt megnézzük, azok valahogy itt voltak modok, armor, de nem armor mod, nem is az, weapon mod, nem, weapon, hát lehet, hogy mégis ez hogy néz ki,
Ja, hát mondjuk ott van rajta egy armor. Hát igaz, hogy nem mod, hanem izé, de... Legyen úgy akkor, mert... Jó, mert hát mindegy, rajta rá van festve egy kis armor vagy valami, akkor legyen ez, már nem tudok a sőbort kitalálni. Csak... Legalább már ezzel is megveszünk, mert már nincs ugye semmi, azt hiszem. Jó, oké, vegyi. A vegyi az van megint, de ebben kevés dolog van. A vegyi. A kevés cucc van, viszont annak tudja, hogy van ilyen kemikál valami, hívják, az előbb néztük. Na nézzük, kemikália, az valahol van itt gazolin. Chemical storage. Az jó is néz ki. Az így jól is néz ki. Jó, szuper. Kohó ügyileg. Hát most azon gondolkozom egyébként, hogy ezeket nem lehet egy helyre tenni. Hát szerintem simán be lehetne tenni egy helyre. Nem is tudom, mert most tényleg olyan érdekes dolog. Most nézd, alig van benne valami. Nagyon megnézzük, kohót külön választom, hiszem belőle. Nézzük, hogy... Van ilyen, hogy forzsos, az előbb néztem, hogy ugye van ilyen, hogy forzsos az... A cement mixer, hát lehetne az is, csak azt már úgy tényleg külön rakni, nem lesz úgy jó egyszerűen. Armorok, chemical, crafting storage, az majd a mot másik oldalra kell, explosív, forge, ez lesz az. Hát, jó, igen, jó, ez az. Jó, hát lehet, hogy hagyom így, akkor külön, ha már ilyen, mert viszont, és akkor az építős, oké, mert akkor ezt viszont, ez viszont tényleg lesz mondjuk egy betonmixeres, és akkor az lesz mondjuk egy ilyen építős, mondjuk az úgy nem, apá, nem jót nézünk, ehe. Hol volt a betonmixer? Mik... Auto mining, nem. Elektrika. Cement, mi, vagyis? Hol van? Ez az. Oké, hát mondjuk ez lesz ilyen építő. Hát jó, oké. Hát végülis ez az, mert ugye ezeket a dolgokat itt arra használom. Viszont akkor cement mixerben nem kell fa, mondjuk akkor a fát meg átteszem, és akkor a fa az itt lesz, mert az inkább ezekben. Jó, tehát eddig én szerintem ez itt jó. Na most ezt a másik oldalt, annyi, hogy hát már most én szerintem kellene festeni, vagy a legvégén festünk. Ja, még az is lehet, mert ugye a falat azt már le kell festeni, be kell javítani, de azért így, hát így máshogy néz ki egy kicsit, mert mégse ilyen feliratos. Na nézzük, lőszerek. Hát áthúztam egy csomó lőszert. Hát ott nem fogom külön rakni, hogy 9 millis meg minden, mert ezt lehetne, de nincs értelme, hanem ammo storage box. Én szerintem csak egy ilyen ennyi lesz. Ez az ammo. Ez az ammós. Ha most megint berakott itt nekem 7000 valamennyi lőszert. Oké, de... Oké, nem kell. És... Ha mondjuk tegyük fel, annyi nem érdekes nagyon, akkor nézzünk olyan fegyver meg eszköz. Ez megint rengeteg cucc van itt. Át tudtam húzni? Át. Fegyver és eszköz. Na nem tudom ott milyen van. Mi létezik ebből? Mert itt jön, ezek itt a lőszerek, armorok, autó, parcok. Hát lehet, hogy majd olyat külön rakjuk, de bár mindegy. Building. Igen, mert van itt ilyen, hogy... Jó, de nem kell, hogy ez a building storage nem érdekes. Cement mixer meg volt, chemical meg volt. Ja, ez a crafting storage, ez majd itt lesz, oké, a szélén. Elektronikus nem érdekes. Explosív. Kaja, forge, gasoline, itt az üzemanyag, de azt se kell nekem külön tenni. Gun crafting. Ez lehet, hogy ez lesz. Az nem. Mining. Szerintem ez lesz az. Igen, ebben vannak a fegyverek. Jó. Gun crafting. Oké. Hát ez lesz. Megnyerte.
Ha megnyerte, hadd vigye. Nézem, már annyi cucc van itt, hogy ezek, oké. Önökök már kijött. Ez, azért vannak itt benne modok, mert ezeket majd, ha mielőtt elviszik a traderhez, akkor ugye mondtátok is, de igazatok van, majd belepakoljuk. Valami, mi van itt, ami, valami itt maradt. Ja, lehet egy ilyen fogó, oké. Nem tudtam, mitől van ez egyel több. Az a baj, hogy annyira terepszínű minden, hogy beleolvad, és esetleg nem tudom kivenni. És akkor már csak egy craftingos hiányzik. Jó, hát ezt is kihúzzuk belőle az összeset. És akkor van itt egy craftosunk. Mitől? Ja, hogy onnan kijött egy, igen, már most azért van nekem három. Jó. Akkor itt volt a craft. Hát... Jó. Hát jó, így, legyen így. Nézzen ki így. Jó van. Érdekes. Hát ugye külön lehetne, sőt, hát lehet, hogy... Sőt, én már most azt mondom, hogy csinálunk egy trader eset, mert már olyan régóta akartam, hogy akkor csinálunk egy traderes... Ez most itt van minden? Itt van. Ide mellé... Mert itt csinálunk egy trédereset, az valahol, mint hogyha lehetok lett volna, vagy ez nem tréder, de hát ilyen szemetes, mondjuk, vagy újrahasznosítós, vagy nem is tudom, micsodás mondjuk, és akkor ezt tegyük fel, az kerül ide, ami, hát ami olyan, mint a Windows-ban megy a kukába, és akkor mondjuk, jó, ez megy a kukába, jó, egy ilyet csináltunk, csak akkor viszont mi megy a kukába, hát mennek a könyvek. Én a pénzeket is akkor ide fogom tenni, mert hogy akkor úgy csináljuk, hogy hát a kuka az azt jelenti, hogy nem a szemétben megy, hanem traderhez, tehát akkor ez lesz a traderes ládám. És security kamera marad. Hát akkor, hát most talán azt hiszem ennyi. Ja nem, még itt van egy kis ezüst. Jó, és akkor, na ez viszont ez is jó, mert akkor így nem kell, akkor ezek itt mennek, ez a traderes ládám, ez megy a traderhez, és hát jó, akkor egyenlőre úgy néz ki, hogy ennyi van, és akkor ezt az egyet, ezt én kihajítom, akkor kellene nekem egy ecset, mert akkor ezt most már fejezzük be ezt, amit elkezdtünk, kell egy ecset, kellene nekem festét, ja, hát annyi van, amennyi kell. Jó, ezt lopunk egy kis színt, egy festés. Egy festék nem csinál nyarat. Ja nem, az fecske. Na akkor viszont így készen is vagyunk. Nem vagyok ilyen meggyőződéses, mert első olvastam, mi van rajta, csak úgy tudom, hogy az, abba van a izé. Tehát most így egy ideig biztos keresgélni fogom. Már nem biztos, mert így fogom tudni, hogy eddig is ide pakoltam a dolgokat, úgyhogy lehet, hogy nem lesz ilyen nagy gond ezzel. Ide még nem tudom, milyen ládát tegyünk, ha teszünk egyáltalán valamit. Vagy így jól van, és akkor nem teszünk oda semmit. Na, de én szerintem sokkal jobb lett a láda. Jó lett szerintem. Ezek meg nem mennek. Nem csináltam itt semmit, mert az beszélt, hogy kéne még vas. Ezek mennek. Hát jól van, eddig ezt a részét megcsináltuk. Hol tartunk? 16 óra, de szuper. Hát jó, akkor viszont tényleg nincs más hátra. Nincs itthon semmi vas, és hát az a baj, hogy nincs itthon semmi acél sem, úgyhogy... Ezt el lehet kezdeni olvasztani, de jó, meg ezt is el lehet kezdeni olvasztani. Ja, meg még ezt is el lehet kezdeni olvasztani, hát ezt a kis vasat nem érdemes. Akkor csináljuk azt, hogy elkezdek itt olvasgatni, mondjuk ebbe tegyük fel ezt majd meglátjuk. Ebbe is elkezdek olvasgatni mondjuk ezeket. És akkor én meg addig, amíg ezt csinálja, addig elmegyek a... Van nekünk ugye egy új vasbányánk, ami hol is van? Kérdés. Azt hiszem, hogy ez az. Csak én elmegyek vasat bányászni, mert úgy látszik, hogy kell. Mert hát az a baj ezzel, hogy ezt nem tudom megúszni, ezeket a dolgokat.
lehet úgy kéne sorozatot csinálni legközelebb, hogy meg is jöttem, ja, meg. Lehet úgy kéne csinálni, hogy ketten, és akkor hát úgy biztos egy érdekesebb is, ha ketten vagyunk, minimum, mondjuk minimum ketten, és akkor viszont egy valaki, mondjuk, aki mondjuk nem streamel, az tudna esetleg bányászni, és akkor esetleg más, hogy hát biztos, hogy gyorsabban haladnának különben a dolgok, hogyha lenne ilyen, de jó, hát ha nem, akkor nem, nem vagyok én sértődő, de akkor én csinálom ezt. Nem vagyok én sértődős. Mit képzeltek? Na jó, de tényleg viccet félretéve, tehát igen, tehát azért, hogyha valaki egy kicsit alá dolgozna mondjuk a másik, akkor biztos, hogy jobban haladna, de nem sok idő alatt viszont gyorsan összejön, mert hát már most több mint 2000 most van, tehát összejön egyébként nagyon gyorsan. Nem lehet mindig olyan látványos dolgokat csinálni, hogy mindig lootolni, meg küldizni, meg gyakfenem csodákat csinálni, hanem hát itt sajnos megvannak a dolgoknak a feltételei, hogy hát bizony kell vas, kell tudom, hogy szén, kell és a többi, nitrát, meg a többi. Hát kell és kell. Főleg az elején, a játék elején. Aztán később, amikor már ugye meg van építve minden, akkor már persze egyre kevésbé kell, ugye már mondjuk a vas például, mert már gyakorlatilag minden fel van már építve. Itt hát, tiédjék, na mindegy. Hát itt már menni kell oldalra is, de meg menni kell lefele is. Lehet, hogy addig azért megyek lefele, mert akkor majd látjuk, hogy meddig lehet lefele menni, meg ezt is majd valahogy, hát hogyha kellőképpen lemegyek, akkor már ezt le tudom építeni, és akkor már most az a baj, hogy én ezt így ide ráépítem erre, akkor mindig itt vacakolni vele, hogy akkor most hogy vigyem lejjebb, vagy mit csinálják, tehát lehet érdemesebb így lemenni, ameddig le tudok. Vagy legalábbis egy jó darabig. Hát igen, van itt kő is, és itt már megint például kő van, azért nagyon érdekes, de ebbe az irányba például van vas. Hát remélem, hogy nem fog kiürülni nagyon gyorsan a bánya. Vagy hát nem érdekes, mert van rengeteg sok bányát lehet nyitni a mapon, csak... Nézzük, hogy hagytam ennivalót magamnál, de azt hagytam, jól van. Az nagy kipakolásnál. Jött egy zombi. És ott megy a többi is. Most nézem, hogy amúgy ott megy a többi katona is. Csak elmennek mellettem. Egyedül ez jött el ide? Itt nem értem, hogy miért amúgy, de... Jövök! Hazmatos fiúk! Hát mondjuk... Jobban jártam, mint a múltkor, mert a múltkor zombi medvék jönnek, illetve egy, de kutyákkal. Kutyákokkal, majd mindjárt meg kell keresem a többieket. Igen, itt vagyok. Igen. Jó, sokáig gondolkoztam rajta, de azért összejött. Hol vannak a többiek? Itt mennek. Ne, de hogy mennek, már megálltak. Ezek is úgy tudták, hogy úgy, amikor a kutyák jöttek meg a maci, hogy úgy olyan tanástalanok. Elértek valahova, ahol el kell menni, azt utána így megálltak. Már nem tudták, hogy kell még csinálni. A csajok azok miért jöttek amúgy?
Nem kell rátok főzni, minek jöttek? A végre az utolsó dob nekem egy tatyót is. Más nincs. Ennyi. Ennyi. Az autót nem szoktam amúgy sokszor utolni, pedig mondjuk érdemes lenne belenézni. Sőt, itt van valahol egy postaláda is, azt hiszem. Hol a postaládátok? Postaládákok. De valahol tényleg van, vagy mi lett azzal a postaládával? Vagy... Ja, itt van. Hát itt van, ki se kell mozdulni azért 6 darab papírért. És itt van például ez. Egyik kedves néző azt mondja, hogy ő soha nem szokott találni, hogy honnan lehet mézet találni. Hát mondtam neki, hogy van a vészlendes könyvek között az legelső, hogyha ezt elolvassak, utána bármelyik fa adhat, ugye esélyt ad rá, de úgy általában, hát hogyha az ember úgy ütögeti egy kicsit ezeket a kis tuskókat, mint én az előbb, hát nem mindegyik ad, de esélyt ad rá, és akkor lehet belőle mézet szerezni. Hát persze adhat, sok minden adhat antibiotikumot is, vagy akár mézet is, de hát ugye az, hogy kicsi az esélye ezek, hát ezeknek mondja a legnagyobb esélye, hogy ilyesmiket. Emlékszem, hogy ilyen Alfa 16-ban, hogy mik voltak, hogy ott is voltak ilyen tuskók, és akkor az ilyen tuskóknak a fa üregében valahogy úgy lehetett úgy felfogni ezt a dolgot, hogy a üregében lehetett, hát ott aztán mindent, az éjjelátó szemüvegtől kezdve, mert ugye még az ember mindenféléket tudott találni, nem csak még. Mindenféléket eldobtak a nép. A népek, na hát még menjünk lejjebb, hát menni kéne lefele amúgy. Már az a baj, hogy nem igen fogok tudni felmenni, vagy hogy vagyunk. Hát igen. Mégis nem hoztam fá. Vagy... Ja, de van nálam fa. Ja, a tuskó szétütötte. Ó, de jó. Meg igen, gondolkoztam, hogy ezt kéne csinálni majd a létrákat, de nincs miből. Illetve van a másik rajta létre, ugye, de azért ez már itt megint kezdődik a szén. Hát nagyon örülök nektek, hogy ennyi volt a vas már megint, mert nem brutál. És itt, nézzétek lefele már megint itt, semmi. Oldal irányba, oké, csak lefele nem megy már. Na nézzük, hogy állunk, mert ez már itt kő. Hát akkor ezt lehozhatom egész idáig, mert nem tudom, jól értettem, nem biztos. Jó helyre tettem? Nem biztos. De igen. És akkor márról van. Hát innen végül is én fel is tudok menni, mert ezt innen nem mentünk. Akkor innen én ki is tudok jönni. Mennyi vas van nálam? 17 ezer. Jó, hát mondjuk arra most jó, hogy beolvasszam, csak azért úgy többre számítottam az igazság. Többre számítottam. Mindegy, bedobom, mert addig is legalább olvadnak ezek a vackok. Aztán... Hát láttátok ti is, amikor így upgrade-elgettem a hordavárút. Hú, mit tudom, volt nálam. Egyszer volt 800 valamennyi. Aztán hát ezt itt megfelezem, hogy majd úgy teszem bele, hogy fele-fele. De egyszer volt nálam valami 800 valamennyi acél, aztán itt is még másik battok vértem, egyszer rosszul pakoltam. Micsoda érdekes dolgok, szóval rosszul pakoltam, és ott is találtam 1000 valamennyit. Úgy elmentek, hogy én nem is tudom. Tehát iszonyat, ahogy elment. Összes, elhasználtam. Ja, közben hát tényleg most azon gondolkozom, hogy akkor is már ki is pakoltam ezeket itt magamnál. Az új kis ládákban... Oké, okay, ez is már arany izé ide. Magok.
Hát van még egy ládám, amúgy csak nem igazán tudom, hogy mit osszak el rajta, mert de mondjuk, tehát van egy ládám, mondjuk ide tenném, de mi a fenét tennék oda? Nem tudom, hát minden végül is tudja a fene, hát úgy meg tele vannak, vagy hogy mi a, nem, tehát elférek már így. Hát jó, külön lehetne tenni például a gépjárműves dolgokat. De hát nincs olyan nagyon sok belőle, most itt van ez a néhány motorblokk, ezek, vagy aksik. Hát külön lehetne tenni, de végül is nem vészes az se, hogyha így marad. Mert elfér, tehát nincs olyan nagyon sok járművem. Jó, hát nem tudom. Jó, hát ezt majd meglátjuk akkor, nem tudom. Viszont tényleg még annyi, hogy ezt lehet, hogy ezt így befakoljuk, hát hadd olvadjon az élet is. Ezt valahogy melyiket vegye mindenki. Hát mindegy, ezt kívül. Melyik olvad tovább vajon? 1500? Lehet, hogy ezt veszem mindenki, és akkor ezt... Mert ez lehet, hogy tovább olvad, és akkor jó, legyen így, és akkor mi meg, hát lehetok, vigyünk akkor magunkkal egy kis, vissza az egész, viszünk egy kis anyagot magunkkal, hát viszek ezt is, viszek, tegyük fel ezt is, hogyha kell, viszek egy kis betont, oké, és akkor hát megpróbáljuk egy kicsit átalakítani azt a, hordavárút azért, hogy hát ahogy megbeszéltük, hogy egyel megpróbálunk emelni rajta. Elvileg nem hiszem, hogy olyan túlságosan nagy meló lenne megcsinálni. Mint hogy állom ki, igen, itt van nálam a nélgán is. Elvileg nem olyan nagyon a francia, meg így a távolban nézek. Ja, már egyébként rossz irányban is néztem arra fel, és nem láttam közben meg, persze már itt van. Itt van Dumbi és Dumber, na akkor viszont úgy, hogy én leges legelőször, hát hogyha már így vagyunk, hogy ezt terveztük, akkor én már innen le is lapátolom ezt az alsó részt, mert nem kell akkor ez ide, akkor ebből lesz egy kis földünk. És akkor ez így fog majd kinézni, igazából ez lesz a magasság. Hát így le tudok oda menni, még akár, hogyha valami van, akkor ki tudok onnan lőni. De minden esetre, tehát ők be tudnak fajnán esni, és akkor nem lesz ilyen gond velük. Az a baj, hogy nekem az ajtót, igen, egy kis vasat, na mindegy, az majd a következő körbe hozok vasat, mert már az a baj, hogy az ajtó sincs jó helyen, tehát feljebb kell mindent tegyek, sőt a hatcheket is, ja, kell majd forged iron. Kell egy kis forged iron nekem. Ja. Menjek érte vissza most? Vagy menjek érte vissza később? Nem, ez nem kell. Ehelyett ide tesz. Hát de most már lehet a lapát se kell, várjatok. Akkor hogy állunk? Hát akkor így jó. Nem, hát igazából lapát. Lapát, ásó. Ásó, kapa, nagyharang, nem kellenek. Ezt a lépcsőt is innen, hát egész nyugodtan, hát kezdhetem akár ezzel, mert innen leszedhetem ez a lépcső, de nem kell. Ajaj, 10 000-eseket, szép lesz. Mondjuk, igen, azt beszéltük, hogy belül ez megmaradt, tehát nem kell mindent így szétüssek. Lesz, amit szét kell, de azért nem kell mindent szétüssek, szerencsére. Mindegy, ez szét kell. Hát ebből jön egy kis, ez mennyi vas jön ebből, hát szinte semmi. Ez ki? Miután azt hittem a sikítós jön, de majd nézek a távolba. Te jöttél, te mit keresel? Minek jöttél ide? Nincs is itt senki. Azt hittem a sikítós jött itt a nagy munkára, de nem. Hát ennyi, hát gyerekek, hát mi mennyi vasat ad ez? Szörnyű, nagyon keveset. Hogy csak ennyi? Hát, ez kemény.
hát ez durva, az így durva lesz így végig. Jó, hát egy, jó, nem tudjuk nagyon megúszni ezt, ha szeretném megemelni, akkor ezt itt muszáj lesz így. És azon gondolkozom azt a betont. Mindjárt ide is próbáljuk a lépcsőket, mert az a kérdés, hogy az a beton az úgy marad, vagy nem marad. Ez egy jó kérdés. Ott megnézzük ezt a lépcső dolgot. Nem hoztam amúgy, van nincs nálam, mondjuk fát, azt tudok. Innen kell, hogy induljon most már majd a dolog. Innen kell induljon. Hát lehet, hogy ahelyett viszont, igen, ez így megy majd. Az gyanús amúgy, hogy azt, hát az nem... Hát ha már az esztétikát is nézzük, akkor én szerintem ehelyett ide lehet majd tenni egy másik. Mondjuk ez könnyebben szétjön, vagy könnyebben lejön innen, de ehelyett én szerintem szebbet fogunk, vagy jobban megoldjuk ezt a részt én szerintem. Mert ez eleve felfele megy, ez szerintem ez itt jobb lesz. Na most megint jön a csúnya része, a kis tízezresek. Le is googolok hozzá. Azon gondolkozom, hogy ja igen, ezt nem fogom tudni ide most betenni, mert ahhoz nekem egyel meg kell majd emelni az egészet, de elkezdeni el tudom. Hát nem feltétlenül itt kellett volna kezdeni, lehet a lépcsőnél, de mindegy a sorrend, én szerintem már, mert teljesen mindegy, én szerintem. Na, oké. Mert ide, én szerintem ide egy normál ilyen plétet kell, sőt, ezt már szerintem most be is tehetem oda. Egy ilyet kell ide tegyek. Szerintem oda egy sima ilyen jön, mert ezt teljesen át fogjuk lépni ezt a dolgot. Jó, hát nem baj. De szerintem így jobb lesz így a dolog, hogyha ezt kicsit így megemelem, és akkor így már nem lesz az a gond, hogy oldalt nem tudnak beesni, mert így akkor beeshetnek egész nyugodtan. És akkor jöhetnek, mehetnek. Fel is út, le is út. Mert szerintem jó. Na és akkor, hát én szerintem csináljuk úgy, hogy először ezt megemeljük, bár azon, de mindegy, akkor látjuk majd jobban, hogy lesz, mert én ide gondoltam, hogy, hát várjátok, hát hogyha ezt itt úgy csinálnám meg, én gondoltam egy ilyennel, csak hogyha ezt, várjátok, ezt megfordítgatjuk, hogy is legyen ez, így, és akkor, igen, és akkor erre, hát erre már most végül is rájöhet ez. Erre rájöhet ez. Eddig így jó. Hát ez így jó is, szerintem. És akkor ide majd... Csak kell majd tényleg fa, mert... Vagy mindegy, úgyis hazamegyünk, otthon van fa. Csak hazamegyünk majd a vas miatt. Ja, és akkor most vagyunk így szintbe, de egy szinten feljebb fogunk menni. És akkor szerintem ez így lesz a jó a végén. Na, szerintem ez így lesz a jó. Csak ezt ugye úgy kell csináljuk, hát várjatok, akkor ebből nekem ahhoz, hogy ez így jó legyen, ebből mondjuk innen egyet, hát kipróbáljuk, de elvileg úgy meg tudom csinálni, hogy ne kelljen az egészet szétverni, azt szerintem valószínűleg meg tudjuk úgy csinálni, és akkor... Mert ezt ide ugye nem tudok betenni. Ja, nem tudok, mert ez így köztes dolog. Tehát ezt itt muszáj mindenképpen ezt itt szétütöm. Hát nem úgy csinálni kell igazából ugye ezeket a kerítéseket. Azok nem sok anyagba kerülnek, meg szerintem gyorsan megvannak. Mert az viszont ott már nem lesz jó helyen, mert ugye meg kell emeljem az egészet. Ugye meglátjuk, hogyha innen kiszedem. Meg innen kiszedem. Hát mindjárt megnézzük, hogy ez így hogy lesz, mert ez elvileg, hogyha ezeket innen így kiszedem,
akkor ide fel tudok tenni egyet. Mégis nézem már, de nézzük. Igen, így. Tehát oda is. És akkor ez, ennek ide kell majd feljöjjön. Aha, és hogyha azt oda én beteszem, akkor nem fog kelleni... Nem fog kelleni az egészet. Hát azért próbálok ezzel a szétütéssel, nem csak az anyaggal, mert ugye anyag, az acél kell hozzá, meg na, mindegy anyag szükséglet, hogyha újat csinálunk, de a beton az nem annyira, beton az van sok, nem érdekes, azt például nem sajnálom ott felül, de ezeket itt acél, ezekkel gond van így. Ezt itt leütöttem, és akkor ennek odáig kell, hogy felmenjen, viszont ezt úgy kéne csinálni, na halljátok, ezt is itt... Ez így. Tehát innen, ez most így hogy néz ki? Ja. És ide, mert ott luk is van, na és akkor oda kell nekünk megint egy ilyen kockablokk, mert ezt itt viszont nem tudjuk, nem tudunk vele nagyon mit csinálni. Ezzel így szerintem így jön a kockablokk, és akkor... Hát így dizájnilag én szerintem így jobban néz ki, tehát akkor így van egy kis... esése, de azt a lukat meg ott be kellett tömni azzal, meg megint nem tudok mit csinálni. Hát maradhatott volna különben úgy is, hogyha mondjuk ez itt nincs, csak hát ez így, és ott mondjuk rács van, de hát ez így hogy néz ki? Hát hülyén néz ki. Úgyhogy akkor már inkább legyen így. Jó, csak ez így felmegy olyan magasra. Ez így felmegy olyan magasra. Hát fa az, ugye azt beszéltük, hogy ja, nincs nálam fa, úgyhogy ezt nem tudom felupgrade-elni. Jó, de akkor megyünk itt egy kicsit tovább. Jaj, de féreg be. Jó, akkor legelőször a tető, ezt le kell innen szedni. Mondjuk ezt lehet, hogy ilyen leomlasztásos módszerrel fogom innen valahogy lekapni. Oké. Leomlasztjuk, de akkor viszont elmegyünk először, hozunk már egy kis... Hozunk fát, hogy ne kelljen már itt favágással bívelődni, meg akkor hozok egy kis forged iron-t. Azt hiszem, hogy kézbe ugye lehet csinálni a vasajtót, meg lehet csinálni a vas hatch-eket, mert akkor is kell akkor kettő. Két darab hatch kell, meg egy darab ajtó. Meg hát ugye ezek az elektromos cuccok. Na, mindjárt meglátjuk, mert abból is... Hát azt is itt lehet bedobom, mert azt viszont nem lehet csinálni, csak... Na, ez ennyi volt. Jó, ez már itt... Oké. Okay. Ez hogy áll? Jó, ez még jobb. És akkor úgy... Vagy is akartam, tehát akkor azt mondjuk, hogy kell hozzá, azt hiszem az kell, meg ez nem, azt hiszem az elektromos kerítés, ez mint hogyha, igen. Mert akkor ott maradt még nekem kettő tartalék, akkor itt meg van nyolc, a nyolcat csinálok ebből, és elvileg más nem kell, üzemanyag, hát az kelleni fog, mert azt ugye, ja nem, vagyok, az benne maradt a izébe, azt nem szedem szét, azt beszéltük. Hát is megyünk kopácsolni egy kicsit, hát ez majd itt készülget nekünk, mert ugye hát az ajtót, ilyesmiket azt de megnézem, de ezeket én simán kézbe tudom csinálni, ugye ez így volt a múltkor is, úgyhogy ez úgy jó lesz. Hát menjünk akkor egy kicsit ott kopácsolhatunk, aztán majd szétítjük azt a részt, és átalakítjuk egy picit, cikét, a kicsikét, de most már nézem felül, hogy irányba menjek, amelyet fák között. Hát mindjárt találkozunk piroskával, meg a farkasok. Ja, a farkasok nemleges. Na, ez is most mennyivel érdekesebb, hogy egy ilyen vékonyabb csík van felül. Most nem lóg le egészen. Egy kicsit érdekesebb. Na, hát motor maradjon, nem. Jól van, és akkor... És akkor a fát nem hoztam. Nem, már csak... Csak ki kell üssi fát. Hát, hogy mondom, itt annyi fa között jöttünk el, de annyi fa volt, hogy... Na jó, vagy hoztam? Nem hoztam azt. Azt az egyet elfejtettem berakni. Motorral megyek fát vágni, azért... Vannak ám az uraságnak, azért vannak fokozatai, nem? Tehát, hogy...
Urizálok, mi? Motorra járunk fát vágni, ilyen se volt még. Mondjuk itt van egy, pár. Tehát nem kell olyan nagyon sok, hogy kell, de vajon tudom, hogy ezért egy tehát ezért csak kelleni fog, mert ugye úgy upgrade-elünk, és az upgrade-elés meg fog kelleni. Tehát a dropnál is nagyon vannak, akkor kezdjük úgy, hogy, hát mit tudom én mennyi, de kell, egy jó pár. Hát csak kell, de nem baj, van itt bőven. A fal szerencsével, hogy az egy jó dolog, mert az visszanő. Már így is van majdnem 2000. Én azt mondom, hogy üsse kavics, menjünk vissza. Valahogy kimenjünk a tetőre szerintem, a tetőn keresztül kezdjük el szétütni. De ezt is majd, ezt is itt én szerintem, hát ez is, ez se kell ide. 3000-es ez is, az anyja. Az anyja mindenit. Ez nem kell ide, ennek van egy pereme, vagy milyen van ennek? Ja, most jó. Jó, és akkor azt mondjuk, hogy hát ezeket, de valahogy úgy akarom ilyen omlasztásos izével, hogy itt a közepe az valahogy leomoljon nekem. De a szélét azt valószínűleg szét kell ütni, azzal nem nagyon tudok mit csinálni. Tehát a szélét azt valahogy így körbe leütöm. Hogy, lesz ez itt? Mire mi? Hát szerintem igen, hogyha ezeket itt a szélét szerintem körbe leütöm, akkor az elvileg le kéne szakadjon innen. Elvileg akkor le kéne szakadjon majd. Hát majd mindjárt meglátjuk, hogy... Már csak 8-10 óra, mire itt körbe megcsinálom, és akkor nem tudod. De... Hát igen, mert elvileg ez ugye nem... azt nézem, hogy ugye ez itt nem fekszik fel rajta, tehát ez ezen fekszik itt fel, és hogyha ezt is itt elhozom így, szerintem annak ott le kell majd szakadjon. Hogy is vagyunk? Hát ja, annak szerintem ott le kell majd szakadjon, ha minden igaz. Vagy ez itt felfekszik? Nem, mindjárt megnézzük. Nem, nem fekszik fel, ez itt, szerintem ez így igen. Itt, látszik ezen a szélén, hogy ez már a bent. Na, ezt nem így terveztük. Nem így terveztük, menjünk újra. Közben mondjuk éppenséggel mondjuk legyárthatom az ajtót. Ha egy ajtó azt tuti kell, akkor nem azt akarjuk. Iron Hatch mondjuk ebből viszont akkor mondjuk egy kell felülre, meg egy oda alulra, tehát ebből kettő kell. Aha. Jó. Ez aztán az ilyen multi szuper ember, aki csákányolás közben még ajtót is járt. Ez aztán nagyon kemény így. Amúgy, hát nagyon sok játékban ez nincs így, mert nagyon sok játékban úgy van, hogy, mondjuk nyilvesszőket úgy lehet csinálni egyenként, és fú, nagyon... és közben, tehát nincs az, hogy most motorozok és közben legyártok 200 nyilvesszőt, hanem, ott nagyon sok játékban úgy van, hogy ott meg kell állni, és csak azt csinálom, és egyesével kell szórakozni vele, szóval hát jó, az a reálisabb valójában, de azért mennyivel nagyobb könnyebbség ez így, hogy, lehet
lehet így gyártani, mint például most is ajtót gyártok, miközben nyomom a csákát. Hol lesz? Mondjuk erre nem akarom, hogy rázuhanjon, mondjuk azt nem szeretném, hogyha ezekre rázuhanna, de majd lehet, hogy egy kicsit odafigyelünk rá, hogy nehogy rázuhanjon. Majd úgy fogom, mert nem tudom, hogy ott megsérül-e, vagy valami, hogy tönkre nem menjen már. Mondta valaki az egyik videó alatt, írta valaki, hogy mondjuk itt miért nem teszek ilyen, tehát ilyen kockákat, vagy szóval, hogy miért lépcsőt teszek, de hát valójában, hogy pont, mert hogy akkor lassabban tudnának ilyen felszokdécselni rajta, csak hát nekem igazából pont az a cél, hogy jó gyorsan fussanak ide bele a csapdába, szóval nekem pont ez a célom vele, hogy jó, minél gyorsabban fussanak bele a csapdába, és ne álljanak meg ott lent, mert hogyha a rendőr elkezdett nekem mint a bakkecske ugrálni, ugye akkor az a gond, hogy pont ezt lehet, hogy nem kell kívülni, na most már mindegy, mert ezt a kettőt ki akarom innen. Szóval akkor pont esetleg ötlete támad, és mondjuk azon a lépcsőnával kezd el majd engem mondjuk hányni, szóval hát, hogy nem akarom ott direkt lassítani, hanem azt akarom, hogy direkt fussanak minél gyorsabban bele a csapdába, tehát ez lenne ott a cél, és ezért vagyok úgy vele, hogy akkor hogy nem teszek olyat. Aztán gondolkozom, mit is írtatok még. Hogy közben reggel is lett. Hát majd ha eszembe jut valami, nem is tudom hirtelen, hogy még miket írtatok most, ami olyan. Nem csak ezt akarom itt, ja, ezt itt végig, és akkor valahogy ezt itt leszakítjuk valahogy ezt a nagy részt innen. Na, én. Hát ez igen, ez a tipikus példája, amikor maga alatt vágja a fát, ez olyan ismerős. Na hát igaz, hogy nem fát vágtam magam alatt, és ez mit, hogy került oda? Az mi volt ott? Az már szerintem ott valami. Na nézzük, mondjuk, hogyha ezt a kettőt innen kiütöm, akkor nem tudom, támaszkodik ez még itt valamin? Hát lassan már nem. Még ezt. És ami még támaszkodik, igen, mert egybe van ez még itt kötve ezekkel, ami... Igen, ezek. Ez milyen hang amúgy? Honnan jönnek ezek a hangok? Vagy ez így jó minden? Oké, na mindjárt meglátjuk. Mindjárt meglátjuk, hogy minden rendben van-e. Néha, mint hogyha valonnan lejjebből is jönne hang. Vagy ez csak az, hogy oda leesnek? Most leesett, jól van. Na, leomlasztás sikerült. Na, ezt akartam, hogy ne kelljen már végül sem itt az egészet. Jó. Oké, hát azokat még, ami ott darabok vannak, azokat persze össze kell ott még szedni. Jó, de már azért sokat nyertünk vele. Oké. Hát ez olyan... Ilyen lirib darabok, mint a macskakő, nem is tudom, milyen érdekes darabok ezek. Ezek mennek könnyen. Jó, ezt is én szerintem, ugye ezt azt beszéltük, ez nem jó helyen van itt, ahol ezt innen leítjük, mert ehelyett most gyártottunk is más, és is vannak ezek, már az két is vannak, ja. Az ajtót is mindjárt kinyitjuk. Jó, és akkor, hát ezt
Maga a luk az jó helyen van. Ez, várjátok, hát ez nem, hogy is van, ez nem jó ez a létra, szerintem ez itt nem jó helyen van, mert ez egész ugye egyel magasabbra jön, a létra az itt szerintem nem jó. Jó, azt innen lesz itt. Hát ez amúgy sem volt ott jó helyen. Ajtó, 5000-es, jaj de jó. Nem, majd ez nincs jó helyen, hogy egy szinten feljebb kell emelni. Hát mindegy, valamit valamilyen, de átépítjük egy nagyon picit, mert én szerintem úgy jobb lesz. Jó, hát teszteljük, vagy most ez egy ilyen kis érdekes dolgok, ezek, hogy most hogy jobb, de én szerintem úgy jobb lesz. Ezt innen, ez egy 10000-es. Ja, hogy persze 10000-es, mert a cél. De ezeket meg innen szintén leszedjük. Hát. Megszüntetjük. Hát ezek sajnos útban vannak. Ezeket nem szüntetem itt meg, az marad. Jó, ezt hogyha itt leszedem, akkor... Hát megpróbálom úgy, hogy azért bizonyos részei azért megmaradjanak ennek az egésznek, és akkor... Hát egyelőre nyilván beton lesz, mert hogy nincs a célom már több, de egyelőre beton lesz. Ebben amúgy mik vannak? Hát... Jó. Végülis ezek. Csak nem magamhoz veszem, most csak azért, hogy ezeket is lehet, hogy most magamhoz veszem, csak azért, hogy nehogyha valami... Nimbus támad, akkor nehogy az legyen majd, azok is elvesznek vele együtt, de meg akarom menteni amúgy ezt az egészet, hogy ne menjen tönkre. Úgyhogy remélem, hogy sikerül megmenteni. Fú, azért ezek az acélok, ez durván, de sokkal, mint a... Sokkal, de láthatóan sokkal lassabban haladok vele, szóval azért sokkal durvább, mint a beton. Hát mondjuk azért is van acélfelütve, mert a zombinak is sokkal durvább egy ilyet szétütni. Úgyhogy ez mindenféleképpen durva. Durva a műsor. Na jó. Az a fenti akkor ez megmaradna. Akkor viszont úgy vagyunk, hogy... Hát igen. Legelőször akkor még mindig a tetejét megkülön, mert nem tudok oda bemenni belülről ütni. Tehát akkor... Hát itt az a gyanús, hogy... Hát... Az a gyanús, hogy megpróbálok itt is omlasztani azért, de itt ugye már nyilván sokkal kevesebbet fogok tudni. A szélét azt mondjuk mindenféleképpen most itt fel kell, végig kell itt menni a szélén. És akkor legfeljebb itt ez a kis csík, ez, hát ez most nem tudom hány blokk, ez csak... Bár ez itt elvileg kettő, tehát ezt a csíkot fogom tudni omlasztani meg itt a másik oldalon, de hát meg mondjuk esetleg itt is, jó. De ami itt fel, nem tudom, mert ami itt felfekszik ezeken, hát de lehet, hogy nem tudom mennyit fogunk tudni, na majd meglátjuk most, nem, az a baj, mert egybe van építve ez a rács, és már én sem látom, hogy melyik rács meddig tart, de majd, hát ez itt biztos, ugye ez itt a széle, ez olyan, hogy ez biztos le kell, ez itt oké. Okay. Hát de lehet, hogy kettőt, igen, lehet, hogy kettőt sikerül majd. Két csík, hát az is valami, mert legalább annyival kevesebbet kell. Ugye először itt körbe megyünk, mert ezt akkor nem tudunk talán jól mit csinálni. Hát nem egy leányállom azért az a bontás, tehát azért gyártani sokkal élvezetesebb, mert azért amikor csináljuk és csak upgrade-elni kell, azért sokkal jobb, de hát na mindegy, ez most ilyen, de én azért megpróbálnám, hát úgy, most úgy is próbálgatjuk, ez most egy olyan, ezzel a föld béleléssel, szóval ez most egy olyan, hogy érdekes dolog, ez most ilyen, hogy tényleg hogy is lenne a legjobb, de ilyen szerintem így, hogy egy blokkal emelünk rajta, szerintem így viszont a föld miatt ez hatásosabb. Korábban ugye nem volt gond, mert nem volt ez a föld, és akkor ez a megoldás is így jó lett volna, csak most már, hogy ez itt van ez a föld, ez így sajnos annyit elállja az útját gyakorlatilag a zombiknak, nem tudnak oda beesni, és
Nem is gondoltam, hogy elfogy a sztaminám. Már ilyen is van. Hát itt minden esetre biztonságban vagyok. Itt aztán jöhetnének zombi medvék. Egyelőre én itt most olyan piszok biztonságban vagyok, mert ide... Hát nem tudom, bár lehet, hogy onnan fel tudnak ideugrani, nem tudom. Mindegy, nem félünk, hát itt... mi bajunk történhet? Híres utolsó mondjuk, ugyan már? Hát mi bajunk történhet? Hát ez a szél... itt... No! No! Süss ezt, amíg... amíg még van, hát nem olyan sok ez már. Halad azért, ez a 5000-eseket azért olyan nagyobb élmény szétütni, mint az acélt. Azért úgy látványosabban halad, ahogy jön, de az acél az egy kicsit olyan. Na de abból szerencsére keveset tudtunk eddig gyártani, és azt viszont ott hagyjuk az alatta az ő réteget, mert az is hát annyival is erősebb igazándiból, jó van az, mégis nem gond. Na nézzük azt, hogy ez itt most hogy van, erre vagyok itt kíváncsi, hogy ez most mire fekszik fel, ez most melyiket ütöm? Ezt ütöm. Lehet, hogy ezt ütöm, aha. Ezt ütöm, mindegy, akkor egy csík, az biztos le fog szakadni. Mert ez itt szét lesz ütve, viszont... Hát igen, de másikat, azt, az acélt azt azért nem akarom, mármint azt a részét legalábbis, mert hogy... De ezt leszedem, mert ezt a középső részt nem akarom az egészet szétszedni, mert ugye abból egy réteg az maradhat, és ezért... ez minden le fog mindjárt zúdni. Tehát egy réteg ezekből maradhat, és csak a felső. Ugye ezt megcsináljuk a másik oldalon, és meg még középen is ugye valamilyen szinten meg kell csinálni. Majd, hogyha ez innen eltűnik, akkor fogunk tudni oda igazándiból belelátni, hogy akkor úgy, mint ahogy ezt ide elkezdtük rakni, azt itt elkezdjük majd tovább folytatni, és akkor úgy valahogy, mert ott ugye ezekre a részekre ide már rá tudnék húzni egy réteget, de mindegy, innen majd csak ezt takarítsuk innen ezt a tetejét. Az lesz ugye, ami azért az útjába áll mindennek, mert ugye ezt is akkor egyel magasabbra fel kell húzni innen. Hát amikor már építünk, az már a könnyebb része lesz, mert azt már csak pakoljuk, upgrade-elünk, stb. És akkor az már jó lesz, csak még ugye ez a része, amit gáz egy kicsit. Oké. Okay. Mert ide, ugye most az a gáz, ja, ide is ugyanez, hogy ott belül... Jaja. Most úgy van, ja, iszunk is egy kicsit, mondjuk az jó, az kell is a staminának. Szóval innen ezt az alsó... Na, nem tudom már, ezt az alsó csíkot, ezt teljes egészében itt ki kell ütni. És akkor fogunk, akkor fogunk tudni ide tenni egy ilyen vízszinteset, csak ezt valahogy úgy kell csinálni, hogy nehogy itt összeomoljon minden, mint ahogy itt a tetejénél is, ahogy csináljuk. Hát ez meg úgy látom, hogy mind a kettő ráfekszik, úgyhogy ezt viszont akkor mindegyik végig kell tolni. Ez mind a kettő itt ráfekszik, tehát ezen nem tudunk mit csinálni már. Tudtam, mi bajom van, hát kapcsoljam már le a lámpát. Nem tudtam már, mi bajom van, aztán rájöttem, hogy hát... lámpácska. Mennyi van itt még? Ja, már csak kettő. Hurrá! Hurrá! Már csak kettő van. És akkor jön még az acél. Itt az acélból ugye van, hát van valamennyi, de... van valamennyi, de ezt már most itt úgy is gondolkozunk majd, hogy ezt hogy legyen.
Gondolkozunk itt, hogy hogy legyen. Hát itt kezdjük ezzel. Jaj, de jó. Na, le is googolok, hogy ne olyan hangosan... Hát hozhatnék egy augert, de az a rossz hírem, hogy semmivel nem lennénk előrébb az augerrel, mert csak zörögne, csattogna, kattogna, tölteném belé a benzint, és valójában nem haladna jobban, mint ahogy én ezt kézzel ütöm, mert ez most valahogy így van manapság, hiába van ott, de, vagy tudok csinálni is, meg minden, de egyszerűen nem haladnék jobban, úgyhogy sajnos az a helyzet. Na akkor ebből, várjunk, ebből akkor másolunk, mert most ebből viszont fog kelleni egy pár. Hát itt így. Így leszünk. Meg ezt lehet nem kéne tenni, mert addig nem tudom ezt szétütni, amíg ez úgy van. Szóval ez valahogy így. És utána erre pedig még ide pakolunk rá. Tehát most akkor kellene az... Várjunk, akkor ez most ott hogy? Ja, sehogy. Jó, mert... Hát nem, már nekem is a térlátásom. Hát de persze, hogy, mert ez nem kell ide. Oké. Okay. Ez nem kell, de... Ez itt nem tudom, mi ütötte meg. Belelőttem, biztos vagy valami, nem tudom. De nem baj. Már kell a fény. Meg árnyékban vagyunk. Akkor ide meg rugoljunk le. Rugoljunk le, és akkor egy kis dombon lecsücsülünk, csücs. Hát ez ilyen, ez a bontás az... Nem tudom. Nem tudom, melyik a jobb, az építkezés vagy a bontás. Én építkezni jobban szeretek. Még bontani sem rossz, csak ez... Amikor már legerősebb acélt kell így szedni, az már úgy nem annyira jó. Mondjuk nem olyan sok van ebből, hogy is vagyunk, igen, mert hogyha ezt is itt még... Jó, hát nem olyan vészes, nem olyan nagyon, mert utána a többit, ugye ott már csak végigrakja az ember, tehát az a része ugye már az egy vidám történet, csak ezt még itt valahogy, ezt itt meg kell csinálni, és nem akartam volna így az egészet, mert minek szétszedni, tehát valahogy úgy kell átalakítani, hogy azért hát ha acélból van egyrészt, akkor ha már fel van fejlesztve, akkor maradjon is meg, és ráadásul igen, most azon is gondolkoztam, de hát ez ugye, ez már most itt így van, szóval ezt valójában ezzel ez ugye felfekszik erre, vagyis az azt jelenti, hogy így gyakorlatilag nem, tehát nem tud már leszakadni itt ez az egész. Azért gondolkoztam is, hogy nehogy megint ez is egy ilyen kis omlasztásos történettel itt lezuhanjon, de nem tud, mert ugye ez most itt, ezek a blokkok már itt fogják ezt az egészet, és akkor ezért nem tud. Itt nekem ez megvan már, ja. Hát akkor... Hát betonnám, mondjuk fel is tolhatnám, de mondjuk nem is olyan sürgős, mert az a része már csak csicsa dildul, az megvan gyors. Elég nagyokat tudok azért csapni, ja, az úgy jó. Jó, itt még van kettő. És akkor is érkezünk itt ennek legalábbis itt a végére, mert ugye ezeknek a külső oldalán arról is ugyanúgy végig kell menni még, de utána jó lesz. Thank you.
Na, közben itt, hát ugye az a része megvan, akkor itt már elkezdhetjük ilyen kis részeredményeink, mert azért úgy vagyok vele, hogy nekem majd végignézzétek a klimpírozásomat, azért viszont ide meg, én úgy gondoltam, hogy ezért gondoltam, hogy ez mondjuk, ha így van, ha ide teszek hatchet. Lehet, hogy még kell egy. Okay. De ez így jó, és akkor ezt itt nekem a... Na mindegy, már felhozom most, mert ide nekem, ide kell egy ilyen, és akkor a párpa ide meg... Így. Ott marad a luk, mert ott ugye, hogy én le tudjak menni, hogyha le akarok menni, de ez már... Jó, és akkor már nem sok szétverni való van, és utána már erre húzunk még egy szintet. Így akkor egész jó, ugye elhaladtunk. Akkor annyi, hogy itt még azt hiszem, hogy ezt a, vagy hogy is van, igen, mert belül megvan. Akkor már csak ezt a négyet kell itt szétütni, már csak. Na jó, gyorsítsuk akkor az időt megint. De szép csapat jön. Miattam fáradtatok ilyen messzire? Azt mondja mindent, tehát nem leestem. Ő is leesett? Nem, itt megöltem. Ez hogy ki? Ez megöltem? Nem, itt van lent. Hoho! Akkor ki volt oda lent, aki ott meghalt? Hát itt kell harcoljak, úgy látom, hogy itt ragadtunk. Szeretem, hogy dobáljátok a cumót. Na, hol vagytok itt a többiek? Vagy elmennek? Ne. Hello. Ki van még itt? Mindenki itt hagy engem? Hello. Ki van még itt? Egy ricsi bohóc. Megnézem már, hogy erre nem ment el senki. Oho! Nem. De mindig kell valaminek, tehát ez mindig van valami. Ezek nem fognak tálni engem békén hagyni, amikor én itt dolgozok. Ez kutya fájukat ezeknek, hát... Már csak ezt a háromat kell megcsináljam. Bírjátok már ki. Na, és akkor úgy állunk, hogy akkor, oké, eddig meg vagyunk. Akkor végigrakjuk már a falakat akkor először. Hát ez szép volt már megint. Nézzük akkor. Egy. Igen. Szerintem ugye ez így, ja persze jó, csak ugye erre ide kell majd azt a fal részét. Ja, várjunk, hogy van. Remélem bírni fogja a súlyt, és hát ebben elvileg miért ne bírná. Jó, ez ide. Hát az építés része az már egy sokkal kellemesebb történet, igazán. Igazán ezt mondom, és remélem gondolom mindenki így gondolja, hogy azért ez mennyivel érdekesebb dolog. Jó, ez is. Most már így okéba vagyunk. Ja, itt jön a falnak a többi része még ide.
Okay, majd oda a sarok elemet is majd még oda berakjuk körbe, és utána jön még egy jó kis upgrade-elés, és akkor kész is leszünk. Na, gyerünk, mondom, gyere. Ja, beestem a lukba? Oké. Okay. Nem tudtam, hogy hova estünk. Hát a lukba. Miféle lukba? Hát a lukba. A Star Wars-ból is volt egy luk, de... De az egy másik fajta. Azt mondja, hogy nézzük ezt. Ide be. Melyik jön? Ez a sarok. Hogy állunk? Még 8 darab elem. Hát... Na. Nem akar körbe fordulni? Vagy így jó? Ez rossz irányba kezdtem eljönni, vagy? Ja, hogy... ja, értem már. Ja, értem. Hát jó. És, hát mindenféleképpen kell még elem, mert ugye a tetőrácsot azt mindenképpen meg kell csinálni, úgyhogy nyomunk akkor meg. Hát nem... Tehát kell, hogy maradjon tartalékba is. Oké. Okay. Na jó. És akkor mostantól, hát ide majd jön az ajtó, várjunk. Oké, és még fel is tudok ugrani, az nagyon jó hír. Annak nagyon örülök, akkor jön az ajtó ide. Oké, oké, egy kicsit már magasabban vagyunk, mint voltunk. Akkor azt beszéltük, hogy kellene nekünk, hát szerintem kellene még egy hatch egyébként. Ugye kéne még egy hatch. Ugye az úgy jó. Na akkor ezekből, hát ez is... Ja, ide majd ugye kell egy... Jó, ide kell majd még egy hatch, de az még... Ja, az még oké. Okay. Ugye készül. Ugye már nincsen, ja persze, de igen, mert nincsen acélom. Jó, nem baj ezt, de nem baj, és semmi van. Nincsen, igen, oké. Okay. Igen, azt itt közben elfejtettem gyártani, mert ez, ja, hát ebben még belefutunk, hogy mindegyébben csinálok megint ezret, mert ezresével szoktunk haladni itt. Jó, de közben, meg ez meg lett. Akkor nem jó, ez irány nem jó, erre itt jó. Úgy. Hát így, így fogom nyitni. Jó. Hát ez most ilyen csukó. Nem akartam már... Nem akartam már ezt, hogy így... hogy ezeket is szétszedni, vagy szétütni. Testem.
Jó, kezdődik. Ja, na nézzük, hát már a lépcső megvan. Van a lépcső elemből egy olyan rész, ami mondjuk egy ilyen. Csak azt nem tudom, hogyha én most egy ilyet ide lerakok, és hogy így tudjanak futni, az nem okoz-e pont egy kis problémát azzal, hogy ő nem szemből fog megemelkedni, hanem esetleg így, és nem tudom. Ezt egyelőre nem teszem oda, mert nem akarom már leütni. Egyelőre kipróbáljuk úgy, mert ha így jön, akkor ugye itt még nem tud, és csak ide felugrik, vagy erről jön, és akkor már szembe van velem. Nem tudom, hogy az úgy. Egyelőre nem merem oda tenni. Jobban néz neki, csak nem merem oda tenni egyelőre. Jó, azt mondjuk, hogy majd látjuk. Ez így oké. Jó. Vagy megpróbál azért kívülről befele haladni, mert ugye ez nem tudom, hogy nem, hogy a fa miatt ez itt. Bár ez felfekszik rajta, és azon gondolkozom, hát ez a másik réteg, az ugyebár alatta van, tehát végülis nem gondot nem okozhat végülis. Ez ugye felpasszik itt az alatta rétegre, tehát itt is végülis mindegy nekem, hogy ez hogy áll. Ja, és akkor... Hát gyártja, csak el vagyunk egy kicsit maradva a gyártással. És el vagyunk maradva a gyártással. Na jó. Jól van, viszont, hát ez viszont így most azért kecsesebb is lett egyébként. Nem, ugye nem ér le, ne... Úgyhogy én szerintem, hát nem tudom, ti hogy látjátok, de azért... Szerintem kecsesebb is lett azáltal, hogy ennyivel feljebb visszük, és viszont azért nem kezd el hányni a rendőr, mert én még itt nem vagyok. Tehát én ugye megemeltem magam, még egy blokkal magasabb helyen vagyok, és éppen ezért nem kezdi el, hát elvileg, ugye, mert én direkt azért emeltem meg, hogy viszont jön a kis sükütyi, és ide leesik. Az más kérdés, hogyha ide leesik egy rendőr, de én akkor is mondjuk ott állok, és mondjuk legfeljebb oda fog hányni. Nem ide, mert én ott állok. Hát nem tudom. Szóval persze szerencsétlen dolgok történhetnek. Hát mondjuk itt ki lehetne még bélelni persze földdel alulról is, és akkor persze alulról is. Csak hát akkor meg ott vagyok, hogy hát akkor meg nem tudok oda lemenni, akkor vége van az egésznek. Na nem tudom. Én szerintem jó van ez így, most kipróbáljuk. Jó, nagyon tudok ugrani, az nagyon jó. De már nem sokára készen vagyunk, mert ez
Ugye a szétverés volt ez ugye a nehéz része, vagy az, ami nagyon kibírálja, az volt ilyen nagyon durva része. Ugye már készülnek a kis, hát elvileg az vas is olvad, de bár lehet, hogy az is már beolvadt, ami ott volt, nem lehetetlen, mert azért nagyon sokat nem bányáztam. És na mindegy, majd a cél az majd menet közben lesz, azt majd... Ja, itt na, hol van? Maradt még ki valahol? Valami elvileg... Ja, hogy persze itt maradt. És most elfogyott az összes. Mondjuk most várjátok, mennyit kéne csinálni, mondjuk egy 100 elég, mert akkor... Hát még marad egy pici, de nem kell, hogy nagyon maradjon. Ennyi kellett, jó, nem kell több. És akkor most úgy állunk, hogy ebbe én vissza is pakolok dolgokat, ami most per pillanat nem kell nekem. A mézet, mondjuk ezt a földet is, ezeket a motorokat ide visszateszem. Jó, néztem, hogy reméltem is, hogy a üzemanyag benne maradt, azért meg kivettem a motorokat. Oké. Tehát ezek a részek itt megvannak, ez így, ráadásul ez is most már egy zárt rendszer lett belül, úgyhogy ennek örülök. Hát ilyen, hát nem volt még ilyen, mert nem csináltam, mert ugye nem viszont, de most már így zárt rendszerben dolgozom, okay. Ez is zárt rendszer, minden nagyon jó. Na és akkor annyi, hogy... éhenkórász karakterünk... eszik. Viszont közben nekem, ja ez még a horda miatt ott volt két pontom, meg most, amíg dolgoztam, még egy harmadik. Ez még, hát ezen még el is kéne gondolkozni, hogy hova teszem be, vagy nem gondolkozunk rajta. Lehet, hogy nem gondolkozunk, mert én úgy terveztem, hogy erre fogok én tenni, mert itt nekem több minden kellene fog ezek közül. Egy három pont, ez mondjuk itt egy, ez kettő. Akkor ez pont három, jól mondom? Bizony, és ez már most akkor így hetesnek számít nekem, mert ugye van olyan szemüveg rajtam. Tehát akkor ez hetesen vagyunk, ami azt jelenti, hogy ez hatos, ez nyolcas. Mindegy, ezt is ki lehet húzni eddig. A engine, hát akkor nyolcas, érdekes, hogy az nyolcasig mennek, mert általában úgy szokott lenni, hogy 5-7, ez meg, na mindegy, erre is rá lehet tenni. És meg még szerintem erre is, ja, szóval ezeket majd lehet egy kicsit itt húzni a gyártáshoz. Jól van, és akkor, ja, tetőt még csináljuk meg. Hát ha várjátok, ha a tetőt csinálom, akkor ez nem lesz elég még, amit én az előbb várjuk. Vissza az egész, vagy cobblestonehoz vissza az egész, hát ide még, még egy ezerest rádobunk, mert ez így nem lesz elég, nagyon nem lesz elég. Jó. Na és akkor fedjük be. Fedjük egy, mondjuk egy ilyennel. Várjátok, és még kelleni fog egy ilyen hatch. Hát kelleni fog oda a tetejére. Ó, még oda is kelleni fog egy hatch. Hát csinálni kell egy párat, úgy látom. Iron hatch. Oké, meg azt is rátoltuk. Jó, és akkor jöhet most már, ja? Nem ez jön. Jöhet most már a forgatás, hogy forgassuk. Hogy forgassuk, hogy jó legyen. Oké. Ezt megint ugye ki kell vinni a szélére, mert akkor stabil az egész, hogyha ugye ez... Na, az oda nem kell, de... Tehát akkor stabil az egész, hogyha akkor fekszik fel, hát azért sikerült így omlasztani az egészet, mert hogy nem feküdt fel normálisan. Ez így fekszik fel normálisan, hogyha kiviszem ott a szélét is eddig. Úgyhogy ez akkora tuti. Mert ez most fekszik fel így a szélén. Ez így látszik, hogy most fekszik fel szépen a szélén. Hát nem tudom, hogy igazából ez a hányszor hányos, hogy ebből mennyi kell, de... Ja.
ez így most már egyenesben vagyunk. Annyi, hogy ugye én itt a sarkot, azt ki kell hagyjam. Vagy így csináljuk, mert hogy oda nekem akkor teszek egy iron hatchet teszünk, meg egy létrát is teszünk még. Ide teszünk, ide valóban teszünk egy létrát, na majd a legvégén, hogyha már ezt is itt végig raktam. Jó, hát így nagyjából ez így, maradt még 10 darab blokkom, akkor még annyi, hogy tényleg ide teszünk egy létrát, de ezt úgy csinálom ezt a létrát, hát várjatok, hogyha most én ide jövök, így kitok, bénázik a karakter, csak így le kell ide tegyem, mert így lesz az, hogy én, hát hogyha gond van, akkor én fel tudjak menni, bénázik ez a karakter úgy, próbálnék ugrani, és akkor helybe ugrál, szóval ilyen hülyeségeket csinál, tehát mindegy, maradjon úgy szerintem, mert így jó. Igen, ez így jó, és akkor ennek a tetejére kellene, hogy még csinálja, nem baj. Ha majd a legvégén de teszünk egy hatchet, hogyha az készen, ez mennyire jár. 630, jó van, hát akkor haladjunk. Fából mennyi van, az is még. Hát már nem sokára készen vagyunk. Most már nem kell sok ész hozzá, most már csak tolni kell itt végig. Most már nem izélünk vele. De sikerült, megemeltük az egészet egy blokkal, és így, hát én mondtam nektek, hogy esetleg szavazatotok, kinek van ötletek, most melyik ordováróba hordázunk. De mivel én ezt most ugye módosítottam rajta, tehát elképzelhető, hogy itt kellene a következőt is mondjuk csinálni, mert akkor kipróbálnánk, hogy ez így hogy működik, hogy működik egyáltalán ez így, hogy én egy blokkal megemeltem. Mert ez így egy kicsit, hát ugye változtatott a dolgok. Ki lehetne próbálni. Legközelebb. Hát még ott is van, mert az ugye 84. nap. 70 meg 14, 84, ugye sima. Próbálunk ilyen szózó távot, ez az még odébb van. Úgyhogy, hát sokkal jobb ezt nézni, mint amikor ütöttem szét, azért azt meg kell mondjam. Úgyhogy, építeni mindig jobb. Majd nyilván kell majd még acél, hát azt majd még, hát meg kell egy kicsit bányászkodni még, mert tényleg az nagyon zabálja az acél, tehát hihetetlen annyit azt megfajálja itt nekem. Világ acélja nem elég, ennyi kell. De jó, nem kell olyan, tehát most valójában eljutunk odáig, hogy lesz autó. Hát az is nem sokára eljutunk oda, mert ugye azt többször megnéztem már itt, most nem tudom azóta. Igen, mi mindig ott tartunk, hogy 60/70, szóval 10 olyan autós könyv kéne, de hát, hogyha elmennénk itthonról, akkor meg lenne az különben, szóval meg is lesz az, csak nyilván, amíg itthon ülünk és várjuk a sütgalmat, addig nem lesz autós könyv, de utána lesz csak az, az autók is, majd utána esetleg a helikopter csinálunk, azokhoz az elég sok acél kell adatkozni, szóval kelleni fog majd még, de egyszer eljutunk odáig, hogy már nem kell több, mert hogy már ezek a dolgok, amik így zabálják az anyagot, az acélt, akkor azok egy idő után elfogynak, és egy idő után már nem fog kelleni nekem. Hát az egy percet, ezt mondjuk ezt már megvárom, hogy lerakjam, nem megyek vissza a bázisra, mert gyakorlatilag itt ugye végeztünk egyelőre legalábbis, ugye ezek az elektromos kerítések is ott vannak, de hát ezeket bármikor le tudom tenni, mert ezek már gyártódnak. Hát ezt már csak azért, mert itt állok fent, ezt a pár másodpercet mondjuk megvárom. Azt
azt nézem, hogy mondjuk ilyen blogból még lehet, hogy hát persze, mert van fám, de mindegy, ezek ilyen fogyóeszközök, aztán nem baj az, hogyha ebből is gyártok még. Ez nem tudom, miért lett más színű amúgy, ez ilyen rejtély, hogy itt-ott miért, mitől vannak ilyen színváltozások a földbe. Igen, valaki most előbb azt írta a videó alá, hogy gyönyörű fecskefészket építettem. Hát egyébként tényleg. Na, várjátok, már ezt közben megcsinálta, akkor... akkor ezt megpróbálják lerakni. Hogy tegyem le? Ez így lehet, hogy jó, mert hogyha ott felmegyek, akkor nem fogok, és itt feljövök, akkor nem fogok véletlenül túl menni, hogy leessek. Úgyhogy ez lehet, hogy így ilyen szempontból jól, amit ki is próbáljuk. Ja, innen fordulok egyik irányba, és kész. Jó, de ez így jobb, mint ahogy előző alkalommal ugye lehoztam a fél blokkam, ez ilyen közép blokk, tehát ilyen fél úton van ilyen közép blokk, és hát így, hogy fent van, így jobb, hát minden egy kicsit furcsa, de így még mindig jobb, mint hogy lent volt, de én szerintem ez így jó. Itt pedig én továbbra is le tudok ide jönni, halljátok, mert itt van egy kis prücök, ez így most nem teljesen jó, hogy vagyom? Ja, de nem, ez így maradt. Ja, nem, ez maradt így persze, mert hogy ez maradt a blokk is. Ezt azért van ide téve, hogy ez csak itt egy ilyen, mint egy kis oszlop, egy ilyen kis plusz támasztéknak van itt. Jó, hát ezeket majd még acéllá fel kell itt mindent. Jó, csak én innen most akkor, ezzel is előrébb vagyok, mert most már én így, ugye amikor ez a kis pecskefészek leért, egy blokkal lejjebb, hát a zombik is ütötték egyrészt, másrészt én se tudtam így, ez azért van ez a rács, hogy én ki tudjak nézni, hogyha esetleg valami Grimbus van itt kint, akkor le tudjam lőni, hogyha mégis valaki netán itt rendetlenkedne, vagy valami. De szóval van egy ilyen kis kilátó itt nekem, és hát a kis föltől, az agyaktól nem lehetett kilátni, de most már ez is jó, mert most már kilátok. Na, nem tudok feljönni. Na nézzük, ja, várjátok, hát egy, hát igen, egy létrával kevesebb van, oké, jó. Hát felfedtük a hibát, egy létrával kevesebb volt, az jó, mert de akkor vissza, oké. Hát igen, mert hogy, na most már, most menjünk fel. Meg jól kipróbáltam. Na jó, mindegy, mi van a kezemben, és így már simán, így már sima liba, úgy jöttünk fel. Na jól van, akkor ott tartunk, hogy felraktuk azt is. Hát ide nincs az a zombi, aki beugorjon, de már csak én tudok beugrani. És akkor szerintem így vissza is pirítunk. Megnézzük ott a házba még, hát még utoljára egy lassan az idei, vagy idei, a mostani streamnek a végére érünk, de azért még megnézzük, hogy állunk itt az acélolvasztással. Nézzük-e! Barátkoztuk a kis csibével, egyenek meg veheteket. És a kertem meg kész lett. Ez már mióta kész van, én meg itt le se szedem. Majd legközelebb leszedem. Most annyit nézzük bele, hogy ja, ezek beolvadtak. Akkor annyit csináljunk meg, hogy megnézzük, hogy mennyi lett ebből. 282. Nem azt mondom, hogy eldobtam az agyvelőmet olyan sokan. Jó, ja igen, itt még akkor így. Jó, hát ebből is lesz. Jó, hát valamennyi lesz. Valamennyi lesz, aztán kész. Ezek a ládáknak is örülök azért, mert így kicsit már, hát már benne van ez a mod, akkor már csak jobb így, jobban nézik ki. Oké, ezeket a fejleszt, hogy ezek a cobblestone, ez most nem tudom, hogy kell-e nekem most. Talán nem kell. Ja, ebbe meg tudok, vagy nem ebbe, akkor itt már lett egy kis vasam. Doki azt mondta, hogy nincs vasam, aztán közben kiderült, hogy mégis van. Ez milyen szemüveg? Mit találtam én? Perception szemüveg, jó, nem érdekes. Hoztak a zombik egy kis ezt, egy kis azt, egy szemszáj, ingere. Egy kis lőszert is hoztak.
Ideje lenne amúgy, nem tudom, valamit, valamiben 762-es lőszer kell, mert ott vannak, kapom, csak nem használom, nincs mivel használni, nem tudom használni. Úgyhogy nem tudom, majd lehet, hogy valamelyik fegyverre még teszünk majd pontot egyszer valamikor. Na jól van, de én azt mondom, hogy most én szerintem tök jó elhaladtunk megint, mert hát olyan dolgokat csináltunk, ami úgy érdekelt meg, amit akartunk csinálni, úgyhogy meg egy kicsit megint, hát nem kicsit, egy kicsit túllőttünk megint. Ezek az építkezések ilyenek mindig így elvisz magával, így elsodor. Úgyhogy hát nem baj, én nem bánom egyébként, de szerintem jobb lett. Az nem is baj, ha olyan dolgokat csinálunk, amitől jobb dolgok lesznek. Nem éltünk ma feleslegesen, úgyhogy várlak majd benneteket legközelebb, és további szép napot mindenkinek, sziasztok!